Bár a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban eddig is így volt, de január 1-től minden sürgősségi osztályon működnie kell az úgynevezett triázs rendszernek, ami sokkal kiszámíthatóbbá és gyorsabbá teheti a betegellátást. A pácienseket a tüneteik alapján súlyossági kategóriákba sorolják, és ez szerint történik az ellátásuk. Rendelet szinten most vezették be január 1-től, de azt tudni kell, hogy az osztályok, sürgősségi osztályok nagy része azért alkalmazta ezt a triázs rendszert, hiszen a szakma alapját képezi, és ez onnan indul, a katasztrófa medicinából indul, hogyha tömegesen nagy mennyiségű sérült, elsősorban háborús sérült, tehát abból az időből ered ez, várt ellátásra, akkor az első lépés az, hogy osztályozni kell a betegeket, hogy kihez kell először hozzányúlni, hiszen ilyen esetben a túl sok beteg és a kevés ellátó személyzet megköveteli azt, hogy a legsúlyosabb eseteket lássák el először, és utána az enyhébb eseteket, és legutolsó lépésben pedig azokat, akik menthetetlenek. Tehát innen ered ez a rendszer, ez a katasztrófa medicinának az alapja. A sürgősségi ellátás esetében is viszonylag szűkek az erőforrások, tehát kevés orvos áll rendelkezésre egy időben, és kevés szakellátó személyzet, és egy hasonló rendszert kellett bevezetni, hiszen az nem elképzelhető, hogy érkezési sorrendben lássák el egy sürgősségi osztályon a betegeket, hiszen abban is nagyon nagyban különböznek ezek a betegek, hogy mikor, hogy mennyire akut a betegség, tehát mennyi, úgy mondjuk, hogy milyen az időablak, tehát hogy például van, amikor néhány percen múlik az, hogy akár meghaljon egy beteg, vagy egy maradandó károsodást szenvedjen, de van olyan, hogy akut betegnek számít, de néhány órás késlekedés, hogyha közben egy súlyosabb esetellátása zajlik, nem jelent problémát. Tehát ezt mindenképpen a belépéskor el kell dönteni. Ezt most már rendelet írja elő, de a mi sürgősségi osztályunkon ezt a rendszert már alkalmaztuk korábban is. Hogy képzeljük el ennek a menetét? Beérkezik 10 beteg egyszerre, és akkor beszélgetni kell mindegyikkel, ki kell kérdezni pontosan mindegyiket, vagy hogy történik ez ilyenkor? Mi alapján állapítják meg, hogy ő hányas fokozat lesz? Hát érkezéskor a rendelet azt írja el, hogy az érkezést követően 10 percen belül ezt el kell dönteni. Erre nálunk meg is van a lehetőség, hiszen jön a beteg, vagy hozza a mentő, és a pultnál rögtön rögzítésre kerülnek az adatai, és utána mindjárt megy a triázs szobába, ahol egy szakképzett dolgozó eldönti, hogy milyen triázs fokozatba kerül a beteg. Melyik fokozat mit jelent, illetve hány fokozat van összesen? 5 fokozat van, és az első 2 az, amelyikkel gyakorlatilag azon, az első az újraélesztést igénylő beteg, a második az azonnali ellátást igénylő beteg. Mindegyik fokozathoz tartozik egy időkorlát, a 4-es, 5-ös fokozat pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem is a sürgősségi osztályra való, hanem mondjuk egy alapellátási ügyelet, vagy egy házi orvosi ellátást igényel a beteg. Plusz embereket ezért kellett-e felvenni, vagy plusz dolgozókra ezért szükség volt-e, vagy plusz költséggel ez jár egy ilyen rendszer kialakítása, hogyha esetleg most ez eddig itt nem működött volna, akkor amikor bevezették, akkor járt-e ez valami plusszal? Mert hogy itt ugye akkor nem mostantól működik, hanem ez már itt megszokott volt. Hát némileg alulfinanszírozott a rendszer, úgyhogy a kórháznak kell kigazdálkodni ezeket a költségeket, de most a rendelet finanszírozást is rendel hozzá, ami élni fog majd a most elszámolt eseteknél. Tehát ez a triás funkció, ez most külön lesz finanszírozva. Nem is csak a költségek a problémák, hanem az, hogy szakember hiány van. Tehát kevés szakemberrel kell megoldanunk ezt a feladatot. Bevezetett még egy nagyon okos változtatást ez a rendelet, hogy ugye sok panasz érkezett, hogy sokat kell várni a sürgősségi osztályokon, ennek megvan az oka, tehát nem cél nélküli várakozásról van szó, hanem várnak a laborleletekre, várnak a konziliumokra, tehát ez egy olyan ellátási forma, hogy azonnal rá kell nézni a betegre, hogy mit igényel, azonnal meg kell vizsgálni, ki kell kérdezni adott esetben, de vannak vizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, akár egy CT-röntgen, vagy kell hozzáhívni egy sebészt, vagy egy más specialistát, vagy folyamatban vannak a laborvizsgálatok, ez több órát vesz igénybe. Az ellátás, hogyha szükséges, közben elindul, tehát infúziót, gyógyszereket megkapja a beteg, de ez nem az a kategória, hogy 5 perc alatt mindenkit véglegesen el lehet látni. Na most ezt az időt, ezt pszichésen elég nehezen tűrik a betegek is, meg a esetlegesen hozzátartozók,
és bevezettek egy ilyen dispatcher funkciót, hogy egy erre kijelölt, legalább érettségével és egy rövid képzéssel rendelkező személy tájékoztatja a betegeket arról, hogy most mire várnak, mi várható, meg egyáltalán itt a rendszerről, tehát hogy ne elárvulva ücsörögjenek a várakozás során. A másik újdonság pedig ebben a rendeletben, hogy kettes és hármas kategóriájú sürgősségi osztályoknál, a miénk az kettes, kötelező működtetni egy alapellátási egységet, ami azt a célt szolgálná, hogy azok az esetek, és ez körülbelül a 40-50%-át teszi ki a sürgősségi osztályon megjelenteknek, akik nem azért jönnek, mert akut életveszélyben vannak, vagy olyan akut betegséggel, amit ténylegesen azonnal el kéne látni, hanem vagy azért, mert ők ugye nem tudják ezt eldönteni, hogy van-e ilyen betegségük, és azért a biztonság kedvéért inkább bejönnek, vagy azért, mert a tervezett ellátásokra viszonylag hosszabb időt kell várni, tehát a nem sürgős eseteknél mondjuk egy ultrahang és egyéb vizsgálatokra, és úgy gondolják, hogy így hamarabb megvannak, és bejönnek, tehát ezt kiteszi kb. 40-50%-át a megjelent eseteknek, és ezeket próbálja meg ez az új rendszer egy ilyen alapellátási egységbe terelni a sürgősségi osztályon belül, hogy ne azok elől vegyék el az időt és a szűkös humán erőforrást, akiknek tényleg akut ellátásra van szükségük. Véleményem szerint ez nálunk Dunaújvárosban egyfajta párhuzamosságot jelent, hiszen van egy alapellátási ügyelet, és most mégis létre kellett hozni a sürgősségi osztályon belül is egy hasonló funkciót, aki ugyan házhoz nem megy ki, de ezek az esetek oda kerülnek. Szerintem ez a rendszer még finomodni fog, és valahogy ezt a kettőt össze kell majd integrálni.